A TASZ 2013-ban beperelte a Heves megyei rendőrfőkapitányságot a gyöngyöspatai eseményekkel kapcsolatban. 2011 tavaszán a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjai megszállták Gyöngyöspata cigány sorát, ahol polgárőrnek titulálva magukat hetekig járőröztek egyenruhában. A rendőrség, bár nagy erőkkel jelen volt, nem akadályozta ezt meg. A rendőrségnek nincs arra jogfelhatalmazása, hogy fellépjünk velük szemben. Szerintünk viszont a rendőrségnek fel kellett volna lépnie, hiszen nyilvánvaló volt, hogy az Egyesület nem törvényes polgárőr tevékenység végzése céljából, hanem a romák zaklatására, megfélemlítésére érkezett a településre. Erre számtalan körülmény utalt, többek között a nyílt kapcsolat a feloszlatott Magyar Gárdával. Hatalmas nagy címert, arra az van ráírva, hogy Magyar Gárda. Igen, igen. Rosszul látok? Hát ők hozták magukkal egy zászlójukat, ez gondolom egy ez előtt lévő alakulatnak lehet a zászlója. Kis Róbert, Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, megbízott szolgálatvezető. Ön korábban volt egy másik szervezetnek is a vezetője, nem? De igen, igen. Melyik volt ez a szervezet? Ez a Magyar Nemzeti Gárda, Új Magyar Gárda, Magyar Gárda, voltam úttörő, kisdobos. Kik itt vannak, ők most kicsodák? Polgárőri tevékenységet látnak el, nyilvánvalóan, hogy haj az a ruhájuk a gárda ruhájára. Mégiscsak ugyanazok a személyek vannak, akik egyébként korábban a gárdában nem is nem teljesen azért, de lényegében abból szerveződött ez a polgárőrség, tehát ez tagadhatatlan. Egy riporter három kérdésből kideríti, hogy minimum a gyanúja fönnáll annak, hogy a Szebb Jövő Polgárőr Egyesület az a Magyar Gárdának egy utódszervezete, mert pedig felosztatott társadalmi szervezetben való részvétel az már akkor is szabálysértés volt. Nem egy szervezetszerű, úgy mondom, jogutódlásról van szó, valószínűleg is elképzelhető. Szervezetszerű jogutódlás sem lehetett egyértelműen megállapítani. De a rendőrségnek akkor szerintem ez nem is volt igazán vizsgálódási kötelezettsége. A rendőrségnek elegendő információ állhatott volna a rendelkezésére, hogy a hasonlóságot a Magyar Gárdában ne lehessen nehéz megállapítani. A Magyar Gárda úgynevezett járőröző tevékenység. A Magyar Gárdán a Szebb Jövőért Polgárőrgyesületre gondolom? Igen, igen, igen. Bírói kérdésre tanul, én a Magyar Gárdán a Szebb Jövőért Polgárőrgyesületet értettet. Lehetett az oka annak, hogy a helyi roma kisebbség ilyen ellenérzésekkel viseltetett ez iránt a járőrzés iránt. Valószínűleg azonosították őket a szélső jobboldali. A roma helyi kisebbség. A Jobbik szervezte ezt a rendezvényt, a Szebb Jövős Polgárőrség, mint biztosító vett részt ebben a felvonulásban. Azt néztem meg, hogy bejegyzett cég, bejegyzett szervezet. Ön számára kiderült az, hogy ez egy etnikailag motivált járőrzés, vagy ez fel sem egyrészt nem tudnék ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozni, hogy ez járőrzés lett volna. Mit csináltak? Sétáltak és beszélgettek? Mit csináltak? Igen, konkrétan erről volt szó. Előrökön kívül egy ruhában más nem volt jelen a községben? Most kérdés, hogy ki mit vesz egy ruhának? Mackóba, frakba voltak, vagy mibe voltak tehát? Hát egy ilyen fekete ruhában voltak. És mibe voltak, hogy mondtam? Fekete ruhában. Fekete ruhában voltak? Tehát a feleségnek is van sok fekete ruhája, a nők szedik a fekete ruhát, ez bármit takar. Fekete színű, most a színére mondom, hogy így lehet őket jobban megkülönböztetni mondjuk egy átlagos embertől, aki éppen mondjuk pont nem fekete ruhát visel. De ezek a fekete ruhák, ezek különböző fekete, vagy azonos típusú fekete ruhák voltak? Hogy érted? Azt hiszem, hogy a hátukon volt kiírva, hogy Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület. Akkor azt kimondhatjuk az ön szemnek, nem volt semmiféle cigány ellenes motivációnak az egész egyesület. Nyilvánvaló, hogyha lett volna, akkor abban intézkedésük. Annyit tud-e, hogy a Magyar Gárdát, illetve a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet mely embercsoport jogainak a sérelme miatt oszlatta fel a bíróság? Most ön ki akarja velem mondani, hogy a roma kisebbséget érzi, igaz? Igen. Természetesen. Ki lehet-e azt mondani, hogy nem a virágok locsolására és a kertek kapálgatására jöttek ők a romló közbiztonsággal indokolták a helyi úgynevezett járvezet. Világos, hogy ebben beleszűrték azt is, hogy a helyi roma kisebbség kriminalizáltsága oly magas, hogy indokolt ez a plusz járőrzés. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy az adott időszakban törvényes fellépésre nem volt jogi lehetősége. Bejöttek a gardisták, csak a szemüket láttunk, mert még az autók is el voltak arra. Arra keltünk fel, hogy ők ott énekelnek, szakadjából, menetelnek. Követték önöket?
Persze, szó szerint. És ők így voltak, hogy tudja? Most nem. Fogalmunk nincs, mi csak rettegtünk. Féltek a romák ettől a szervezettől? Legalábbis nekem ez mondta. Ott álltak az iskola kapuba, amikor már mentek a gyerekek. Mert még óvodában is, amikor mentek a gyerekeket, vitték, akkor is ugyanúgyan féltek tűnik a gyerekek. Még mai napig is fél. A kislány is félt, fél a mai napig is. Most nézze azt, hogy ön valamitől fél, amitől én nem félek. Érti? Egy becsületes ember, ha csupán sétálnak az utcán, attól nem kell félni. A rendőrség, hát a rendőrség. Ennek a megszületésére nem tettünk fel is egyet? Szerintem nem. Akarom, minden nap kimentük, nem lehetett a lábad. Mindig igazoltatták önöket? Igazoltatták. És ezeket az embereket mondta, hogy gárdisták meg, akiknek csukjája volt, őket is igazoltatták? Nem. Őket soha? Soha. Állandó jelenleg, amikor ők járőröztek, és ezt az út közepén tették, ennek ellenére úgy, hogy a rendőrök szeme látára és rajtuk keresztül jöttek át az egyenruhások, őket nem büntették, nem figyelmeztették. Helyi roma vezetőkkel tárgyalva jelezték nekem, hogy nagyobb mennyiségben intézkedtek velük szemben a rendőrök, mint szerintük mással. Van két népcsoport, és az egyik népcsoportot büntetem azért, amint a másikét ugyanaz nem. Ne legyünk naivak, van a cigányság részéről, a rendőrség felé egy ellenérzés, tehát ez benne van. Volt ez a szedjövős, vagy éppen a betyárságos megjelenés, tehát nyilván akkor nagyon kellünk is. És, de van olyan szituáció, amikor már azt mondják, hogy hát jobb lenne, hogyha ha nem lenne itt a rendőrség, mert akkor mi tudunk focizni az úton, stb. Szóba került ugye a Magyar Gárda, illetve a Magyar Gárdát feloszlató bírói ítélet, azt el tudná nekem mondani, hogy miért osztotta fel a bíróság a Magyar Gárdát? Nem tudom. Felvelési képviselő képviselőre tanú, azt nem tudnám elmondani, hogy a Magyar Gárdát miért osztotta fel a bíróság. Van a rendőrségnek már nem csak a jogszabályok absztrakt szövege állt rendelkezésre, hanem egy konkrét bírói ítélet. De olvasta az ítéletet? Ugyanakkor magát az ítéletet olvastam. Pontosan megfogalmazom most tételesen, hogy abban mi szerepel, most így 3 év távolatában nem tudnám. Akkor nem pontosan. Nagyon találkozom. Én nem lennék ebbe bele. Köszönöm szépen. A rendelkezésre állt ezen kívül a szabálysértési törvény, amely elég pontosan leírja, hogy mi az a magatartás, és miért jogellenes az a magatartás, ami a gyöngyöspatai ügyben is tapasztalható volt. Fel kellett volna szólítani a járvezetés abbahagyását, és amennyiben ezt nem történik, meg akkor elő lehetett volna állítani. A rendőrségnek egyensúlyozni kellett a között, hogy a mindkét oldalon jelentkező jogi igényeket, jogsérelmet... Hogy a mindkét oldalon jelentkező jogi igényeket kezelni tudja. De kit tekintünk két oldalra? A kisebbséget tekintjük nyilvánvalóan az egyik oldalon. Az egyik oldalnak a kisebbséget tekintjük nyilvánvalóan. Most a Szedélyvéd Polgári Egyesületnél maradva, mert ott volt a szélsőség. A másik oldalról pedig a Szedélyvéd Polgári Egyesületet. De miért törvényszerűség az, hogy lenni kell két, miért van két oldal? Hát van két pólus, mert a két pólus között az első időszakot érintően a két pólus közötti ellentét. De a rendőrségnek nem a az abszolút jogszabályt kell alkalmazni a konkrét esetre? Tehát, hogy egy jogalkalmazó szervnek a tevékenysége kapcsán ennek a pozícionálásnak mi az értelme? A rendőrségnek a törvény, az alkotmány és a törvény is rend érdekében kell fölépni, és nem mérlegelhet, és nem egyensúlyozhat különböző felek között. Mert ez azt a benyomást keltheti, hogy a rendőrség nem a törvényt akar érvényesíteni, hanem valamiféle egyensúlyt keres, jogsértők és nem jogsértők. Hanem valami... A Szedélyvéd Polgári Egyesület kifinomultan ügyelt arra, hogy milyen jogszabályi háttérrel mit tart be és mit nem. Tehát jogászok valószínűleg, segített jogászok, bírói kérdésre alkalmasogi képviselők, a szemjövőért polgárra is tevékenységét, képzett jogászok is segíthetik. Az az érvelés pedig számomra eléggé megdöbbentő, hogy az alperes arra hivatkozik, hogy a jogsértők mögött képzett jogászok. Hát akkor ezek szerint a törzsöt az emberekkel szemben óvatosan. Több viszik
megállapítja, hogy az alperes a 2011 március első napja és 2011 május első napja közötti időszakban Gyöngyöspatán tartózkodó, a Szemjövőért Polgárőr Egyesület, a Véderő és a Betyársereg tagjaival szembeni közbiztonságvédelmi tevékenysége során elmulasztott intézkedéseivel zaklatást valósított meg a gyöngyöspatai roma közösség tagjaival szemben, amivel megsértette az egyenlő bánásmódhoz való jogukat. A törvényszék megállapítja, hogy az alperes a 2011 május első napja és 2011 november 30. napja közötti időszakban Gyöngyöspatán folytatott szabálysértési eljárási gyakorlatával közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a gyöngyöspatai roma közösség tagjaival szemben, amivel megsértette az egyenlő bánásmódhoz való jogukat. Kötelezi a törvényszék az alperest, hogy 15 napon belül saját honlapján tegye közzé az ítélet rendelkező részét, és ugyancsak 15 napon belül a Magyar Távirati Irodával is közölje azt. A törvényszék a felperes keresetét ezt meghaladóan nem utasítja. A szabadbizonyítás alapján a felek valamennyi bizonyítási eszköz vonatkozásában élhettek a bizonyítás lehetőségével, éltek is, és a bíróság igen széleskörű bizonyítást lefolytatva a tárgyalás berekesztésének időpontjában döntési helyzetbe került. A törvényszék mind a felperesi, mind az alperesi permi legitimációt különből is vizsgálta, és megállapította, hogy a felperesi jogosult volt a közérdekű kereset előterjesztésére, és az alperessel szemben volt lehetősége az egyenlő bánásmód megsértésére alapított személyiségi per megindítására. A törvényszék a perben a felperes azon jogi álláspontjával egyező álláspontra helyezkedett, hogy az adott perbeli jogviszony vonatkozásában az alperest pozitív tartalmú alapjogvédelmi kötelezettség terhelte, hogy a nem vitással megfélemlített roma közösség tagjait megvédje, és a törvényszék álláspontja szerint azzal a mulasztásával, hogy fenntartotta a roma közösséggel szemben kialakult megfélemlítő, megalázó, megszégyenítő támadó környezetet, ezen roma közösség tagjait zaklatásban részesítette. Nincsen szükség rasszista szándékra, rasszista célzatra ahhoz, hogy a zaklatásnak a személyiségi jogi tényállását a törvényszék megállapítsa. Ilyet a felperes a per során nem állított, ilyet a törvényszék a személyiségi perben nem állapított meg. A rendőrségről szóló törvény 13. paragrafus első bekezdése alapján a Gyöngyöspatán szolgálatot teljesítő rendőröket intézkedési kötelezettség terhelte, azonban a rendőrségi törvény 13. paragrafus második bekezdése értelmében részlehajlás nélküli intézkedési kötelezettség terheli a intézkedő rendőrt. A második időszak vonatkozásában az alperes a szabálysértési eljárási gyakorlatával a gyöngyöspatai roma közösségnek az egyenlő bánásmódhoz fűződő személyiségi jogát megsértette. Nem vitásra ezek az események olyan széles hazai és nemzetközi visszhangot kaptak, hogy a nyilvánosság ezen szélesebb körének az alkalmazását a törvényszék indokoltnak tartotta a felperes kereseti kérelmével egyezve, ugyancsak indokoltnak tartotta a törvényszék azt, hogy a kötelezze az alperest, hogy a saját honlapján is közzé tegye a elégtételadási kötelezettséggel összefüggésben az ítélet rendelkező részében foglaltakat. A pernek az anyagát az elégtétellel összefüggésben az alperes nyilván önkéntesen felhasználhatja arra, hogy a szabálysértési eljárási gyakorlatában betartsa a egyenlő bánásmód követelményét és az etnikai alapú profilalkotásnak még a lehetőségét is kizárja.